Avengers, misztikus erő. Magyar hangok. Szabó Máté, Bűn Anyuta, Gacsal Ádám, Sánta Anna Mária, Szalai Csongor, Szórádi Erika, Kokas Piroska, Karácsonyi Zoltán, Szokol Péter. Misztikus erő. A sötétség visszatért. A testvérem a szörnybe vitte az erdőbe. Hát senki nem segít. Majd én. Ha bemész az erdőbe, ki nem jössz onnan. Az én nevem Udonna. Ti vagytok a Power Ranger. Klassz! Fehér misztikus ranger. Hiszek a varázslatban. Hiszek benne. Azt hiszem, én is hiszek. Nekem ez a hiszek a varázslatban nem jön be. Ő egy nem hívő. Most véget van! Megtört varázsige. Második rész. Eljött a sötétség. Rossz előérzetem van. Nem ismerlek, harcos. De ha harcolni akarsz, én készen állok. Várjunk. Megpróbálok beszélni vele. Hello! A nevem Xander. Az enyém Korak, a farkas lovag. Utálj, Beor Katasztrosz! Szállj fel a mélyből! Ennyit a tárgyalásról. Szambor Unitos Equestras! Kentaur hatalma! Kentaur? Egy igazi kentaur? Akarok egyet! Most csak kavics vagy a patám alatt! Még nem készültetek fel ilyen harcra. Én igen. Nem sértődöm meg. Csak tessék! Mágikus forrás! Misztikus forrás! Fehér misztikus erő! Galvit misztikus Prifior! Készen állod! A fény energiája! Tűz! A sötétség megöli a fényt! Láttalak már, varázsló? Túl ismerős te vagy! Te is, boszorkány! De ez nem akadályoz meg, hogy elpusztítsalak! Mi? Íme a mester szeme! Udonna! Hova az itt? Különös! Egy felhő sincs az égen. Jaj, ne! Udonna! Ne! Ne! Meghagyom az életeteket, hogy első tanúi legyetek a rémületnek és pusztulásnak, mely elborítja a földeteket. Emlékezzetek a napra, mely kezdete a végnek. Utálj, Santos! Az első győzelmünk, milyen az úr? Milyen? Korán, te nagy harcos vagy, azt elismerem. De meg kell tanulnod varázslóként gondolkodni. Add nekem a hóhotot, hogy uralkodhassak a hatalma fölött. Soha! Vizsgáztatod a varázserőmet, Hortikon! A bot az enyém. A közös célunk, hogy elpusztítsuk a felszíni világot. Ha olyan nagy harcos vagy, miért nem hagyod el ezt az odút? Hogy merészeled? Tudod jól, hogy az én erőm olyan nagy, hogy nem tudsz akkora varázsigét mondani, hogy eloldozz. De ha megtalálod a módját, hogy kiszabaduljak, senki nincs biztonságban, senki!
A hóbotom nélkül nem harcolhatok senki ellen, de titeket taníthatlak. Kiképezhetlek a varázslatra. Claire? Igen! Ó, gyermekem! Morty Marmum! Miért nem mondtad hamarabb? Tudod, milyen melegen volt a gyapjúban? Ha mindent helyetted csinálok, hogy fogod megtanulni? Mától sehova ne menjetek nélküle. Aha, már megtanultuk a leckét. De hogy őszinte legyek, varázspálcával járkálni a városban, hát Chipnek talán jó pofa dolog, de... Hát legyen. Utumzorály. Remélem, ez jobban tetszik a te korosztályodnak. A mobiltelefon. Nagyon klassz. Ezek a misztikus morferek. Varázskódokra aktiválódnak, amiket menet közben kell megtanulnotok. Most menjetek vissza a városba, éljétek az életeteket, és várjátok, míg szólok. Ne feledjétek, a gonosz mindenütt ott van. És jól teszitek, ha nem mondjátok el senkinek, ami történt. Kikísérem őket az erdőből. Nem, egyedül kell kitalálniuk. Ne feledjétek, a fa az átjáró. Hogy lehet ez egy... átjáró. Hú, srácok, ez szuper! Csak megérintem a fát is, bam! Keresztül repülök gyökereken, törzseken, ágakon, leveleken! Képzeljétek el a fát a lemezbolt előtt! Ne. Ki van zárva, hogy ez egy... Hey, srácok, ti most... A fából jöttetek ki? Nem érdekes. Rosszul vagy. Na, ennek utána járok. Hello. Szia. Jól jött volna a segítséged. Nem hiszem, hogy hasznomat vettétek volna. Szóval, miközben mi a nagyvilágban harcolunk a gonosszal, te mit csinálsz? Először is megjavítom a motort. Aztán átmegyek a nagy jéghoz, megtudni, lakatok-e náluk Briarwoodban a nővérem helyett. És a szüleid? Kíváncsi vagy. Vannak. Mármint szüleim. De a tengeren túl dolgoznak. Laktam az unokatestvéreimnél, aztán a bácsikámnál, a nővéremnél. Rossz lehet mindig szakítani a barátokkal. Rendszerint nincs is időm barátkozni. Pedig biztos lenne, biztos lenne lehetőség, hogy tovább maradj, talán. Szívesen dumcsiznék egész nap, de rengeteg dolgom van még a bringámon. Ó, igen, elnézést. Én csak azt gondoltam, hogy... De hogy lak dolgozni? Hé, várj! Én tényleg hálás vagyok, hogy ide jöttél. Beszélgettünk, de azt hiszem, alkalmatlan vagyok erre a mágikus micsodára. De sok sikert. Kösz. Neked is. Felejtsd el, Claire. Ez nem lehetséges. Értem én. De nem tudom, miért mutatott 5 harcosnak Xenotom 4 helyett. Talán én vagyok az 5. Nem valószínű. Igen. Menjünk tovább. Söpörj. De az jó, hogy nem küldtél el az ügyetlenkedéseim miatt. Más varázslónő odavetett volna a trolloknak, ha eltöröm a kristálygömböt, vagy amikor kiszárítottam a tavat, vagy... Hát elég hosszú a lista, amikből tanulnod kellett. A birkává változást beleértve. Te gyermekem, te vagy, akiről én sosem mondok le. Nagyon hálás vagyok, de... Csak hogy tisztázzuk, én azért szörnyen kíváncsi vagyok, hogy mi a csodáért mondtunk le Nickről. Majdnem itt az idő. Ő nem megbízható. Te az vagy. Korán! Neked is az iszonyatoknak van egy feladatom! Még mindig nem működik. Maga ért a mágiához, de a motorokról nem tud semmit. Épp kész vagyok. Na nézz. Be kéne indulnia. Nézze, ha tönkre teszi a mocit, csak hogy maradjak, akkor... Maga mit bámul?
Csak te látsz engem. Milyen mázli? Azt akartam mondani, hogy ne tegye tönkre a motoromat. Nem tettem vele semmit. Nick, nem véletlen, hogy te itt vagy. Ezen a helyen. Éppen most. Ne menekülj előle. Aha. Azt hiszi, hogy szüksége van rám. De nincs. Láttam, ilyen vagyok. Képtelen vagyok a varázslatra. Én más vagyok. Akkor miért te akartad megkeresni a bácsi testvérét? Hát ezt meg honnan tudja? Na ne! Ebből tudom azt, hogy te vagy a Rangerök vezére. Gyerünk! Hova mennek? Baj van az erdőben. Segíteni mennek. Nick, szükségük van rád. Nem vagyok vezér. Még a motort sem tudom megjavítani. Kész van. Nincs itt az idő, hogy az légy, aki igazán vagy. Kösz, hogy segített. De most. Mennem kell. Micsoda egyenruhák. Köpennyel. Klassz! Rózsaszín! Már később panaszt teszel a panaszirodán. Nézd! Remélem, nem lesz ez folyton. Szerű üzemmód!
Ez jól ment. Talán mégsem. Visszajöttem. Igen. De elkapjuk. Megpróbálhatjátok, de nem fog menni. A sötétség műfogat kardomra, mondom. Eljött a fény. Na jó, mi legyen? Most megérzitek a fekete mágia hatalmát. Vagy a rendőrök vezetője. Most nem leszek elnéző. Nem beszélhetnék meg? Végetek van. Hát mi az utolsó szavatok? Igen. Mi? Csak egy. Mi? Ez az. Már öten vannak. Az a gyanú. Érdemesen kezdeni hinni a varázslatban. Én hiszek a varázslatban! Ez az. Végre hisz benne. Harcolj az erőimmel! Iszonyatok ide! Férgekkel harcolsz! Ám legyen! Varázspárca, tedd a dolgodat! Rangerök, ez csak egyetlen csata volt. Legközelebb más lesz az eredmény. Nick, most ott csapattag vagy, nem akarsz segíteni? Lélektelen mutásokkal harcoltam, nem vagyok tiszta. Akkor félre az útból. Na jó. De ahogy egy bölcs nő egyszer kérdezte, hiszel a varázslatban? Mit gondolsz? Nos, én hiszek. Ez az. Bevált. Villámsöprés. Pofon egyszerű. Szuper! Most, Chip! Siessünk! Valaki jön! Gyerünk!
Na jó, tudom, hogy nem. De igen, ez tiszta. Nagyon tiszta. Tisztább, mint valaha. Talán nem is az. Meg a boltál válok. Hello! Új vagyok a városban. Segítene valaki? Talán majd én. Nem, én. Hát... legyen ő. Bocs, de nem itt dolgozom. Tudod, Tobi, fel kéne venned ezt a srácot, mert fenomenális volt a takarításnál. Állj! Én nem keresek munkát. Ki a legnagyobb gitáros? Hát gondolom, Jimmy. Na de hát... Fel vagy véve. Oké. Most segíts a vevőnek. A nevem Lili Pimbé. Te ki vagy? Én bajban vagyok. Magyar szöveg Csányi Zita, hangmérnök Házi Sándor, vágó Talkos Iván, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Vágyi Tibor. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.